azt hiszem, hogy elég egyértelmű, hogy a mókus az egy olyan patkány, amelyik elment PR tanácsadóhoz. Semmi kétségünk nincsen, hogy a mókus és a patkány a törzsfejlődésben nagyon közel állnak egymáshoz. Zavarba ejtően közel állnak egymáshoz. Csak a mókuson egyszerűen dolgozott egy ötfős tím, fél éven keresztül különböző terveket bemutattak a mókusnak, hogy melyik, akkor még patkánynak. Feltuningolták, hogy, ugye? Pimp my mókus. Igen, kapott alufelnit, kapott krómtükröt, krómkipufogót, és mindjárt más. Miket lehet még mókusba építeni? PlayStation-t, akváriumot, igaz? Dallamkürt. Minden dallamkürt nagyon fontos. Minden van benne, amit a család szeret. De... Fölpudlizták a mókust. Kicsit olyan puhább a farka, nem az a mesztelen, valószínűleg ez például egy undorkeltő dolog. Igen. Tehát talán a legfontosabb az, hogy a mókus a szeretetre méltó osztálykirándulás környezetében az erdőben és a parkokban fejti ki életének hatását, míg a patkány az a mi undorító szemetünkben túr, nemhogy bokáig, mert a patkánynak a szexi bokája az körülbelül 2 centiben különbözik, vagy annyiban sem a térdétől. És ki az undorító? Nem mi, hanem a patkány. Nem a mi szemetünk miatt ő undorító. Ja, világos. Egyébként létezik egy zsebfilozófia, ami az egészet igazolni próbálja a mi számunkra, ez pedig a hasznos és per vagy káros felosztás, ugye? Hasznos állat, káros állat. Ez az én számomra mindig is visszatetsző volt, és nagyon örültem, amikor a David Attenborough szétcsapott ennek a egyébként az én benyomásaim szerint ilyen posztkomcsi világnézetnek, vagy ilyen elrendezésnek a nyomán, mert hogy igazából miért lenne az egyik hasznos, a másik meg káros? Ez az alapján osztjuk föl, hogy a mi számunkra, hogy a mi nézőpontunkból, tehát mondjuk, ha megeszi a krumpli bogarat, akkor az egy hasznos állat. Ha viszont meg elrágja a gyökeret, akkor az egy káros állat. És akkor ettől függően írtsuk, vagy etessük, ajánlja nekünk a környezetismeret tanár. A krumpli bogár szempontjából semmilyen állat nem hasznos, ami a krumpli bogarat eszi meg. Világos, tehát ez az egész felosztás arról szól, hogy ugye mi vagyunk a teremtés koronái. Valójában az egész evolúció azért volt, és azért van, és azért működött, hogy mi egy napon kifejlődjünk. És azon belül is nem mi, hanem kifejezetten én, Varga Károlyné özvegy, Somci Erzsébet, én szülessek, én legyek, én valósuljak. És most, hogy én megvalósultam, innentől kezdve a teremtés elvégeztetett. Most már semmi más feladatom nincs, mint szétválasztani a teremtést számomra hasznos és számomra káros elemekre. És akkor ennek megfelelően, ami az én krumplimat zabálja, az káros, ami az én krumplimat zabálót zabálja, az hasznos, ami az én krumplimat zabálót zabálja, az megint káros, és aki az zabálja, az megint hasznos. És az egész világ én hozzám képest van. És ez valami olyan förtelmes, és a David Attenborough annyira korrektül, és annyira karakánul vetett véget ennek az egész munkásságával gyakorlatilag. Ami arról szól, hogy nem a mi viszonylatunkban létezik, hanem önmagában, vizsgáljuk önmagában, kívül helyezkedjünk kívül ezen az egészen. És ne az legyen a viszonyulásunknak a szempontja, hogy nekünk ez személy szerint káros. Azt írja az SMS író, a mókus nem csatornában lakik, és nem szemetet zabál. És járt iskolába. Ja, és a pestisért se felel. Tehát itt most arról van szó, hogy mi megpróbáljuk megideologizálni magunknak, hogy valójában miért szeretjük a mókust. De ez csak egy ideológia. Ez semmi egyéb. Ez csak egy magyarázkodás. Valójában ugyanúgy, ott vagy, vegyük a csótányt, és, vagy a, mondjuk a poloskát, és helyezzük mellé a katicát. A poloska és a katica az két, megint csak a törzsfejlődésben egymáshoz zavarba ejtően közel álló képződmény. Mégis az egyiket kimented a vízből, nem tudva, hogy egyáltalán az most ott megfulladna, ja, vagy éppen úszik. Azért kell kiviszed, a biztos, ami biztos. A másik, az viszont meg fúj, undorít, anyu, csapd agyon, és akkor anyu agyon csapja. És büdös lesz, ha agyon csapja, és a mezei poloska egyébként nem a te véredet szívja, de emiatt, meg ahogy kinéz, ugye rossz a stylistja. Nem ment el ezért, tanácsadóhoz. Ezért nem kap semmit. Míg a katica kis kocka hasa sem kevésbé undorító, ha fonákjára fordított, de hát a másik oldaláról meg olyan, mint a bögre és a törökök után, amit azok csináltak vele, sóskutba tették, onnan is kivették.
azok után nekünk már tényleg aztán ne legyen pofánk, mert akkor mi sem vagyunk jobbak. Jaj, hát a törökök is. Hát valójában a Katica nem más, mint magyarságméter. Valójában meg a gólya-gólya-gilice sem más, mint magyarságméter. Mitől véres a legtörök gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Tehát valójában ezek a különböző evolúciós fázisok, ezek igazából arra valók, hogy a törökség-magyarság arányt így mérjük rajtuk. És ezen kívül van még egy dolog, ami miatt azon kívül, hogy a saját undorunkkal szembesítenek a patkányok, hogy elszaporodnak a mi piszkunkban, ami bokáig ért. Nem csoda, hogy Pest is van, mert egymás hegyére hátára költöztünk, anélkül, hogy a megfelelő higiéniai fejlettséggel rendelkeztünk volna. És ez pedig a szemgolyó és a fej méretének aránya. Minden olyan kis szőrös állat, aminek jó nagy a szemgolyója, azt szereted. Azért, mert a gyerekednek is viszonylag nagyobbnak tűnik a szemgolyója a kis fején, mert az nem nő akkorát, mint majd nő a, nem tudom, a karja, vagy más, és akkor egy ilyen szülői reflex ugye elindul nálad, hogy ez itt egy csöpség, és némelyik állat felnőtt kifejlett példánya is olyan testarányokat mutat, mint az embernél a kis utód, ezért felébred benned a reflex, hogy simogatás, akár meg is nyalogatom, mert ez így velünk van, ő hasznos állat, míg ugyanezt a kettővel odébb lakó szomszédjára a taxonómiában, a patkányra, ezt nem vállalom, ezt a feladatot. Valójában arról van szó, hogy bizonyos állatok, legyenek akár kifejlett példányok, legyenek akár kölykök, felkeltik bennünk az utódgondozói ösztönt. És ezzel a médiában természetesen tömeges a visszaélés. Hogyha megnézed a Disney rajzfilmeket, meg Pixar rajzfilmeket, ott a cuki állatoknak mindig ilyen hatalmas szemük van a kicsi fejükön. Vajon miért? Vajon miért? Mert már a cukiságot már így is kommunikálni kell. Önkényes mérvadó. Frontális megmondás Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral minden hétköznap 3-tól 4-ig a 90.9 Jazzin. Még